A nyilas terror egyik áldozatának, Ervin Gábornak a tiszteletére állítottak emléktáblát a Maros utcában. Angyalok szálltak a Galéria 12 kávézóba. Festményeket nézegetve és hegedű szóval várják a karácsonyt az idősek. Tizenkilenc óra van. Jó estét kívánok, hegyvidéki híreinket látják. Számtalan híres ember, festő, zongoraművész és most egy római katolikus pap tiszteletére állítottak emléktáblát a hegyvidéken. Ervin Gábor születésének centenáriumán egykori lakóházánál a Maros utca 44/B szám alatt tartottak emléktáblaavató ünnepséget. A kitaszítottak védelmezője. Ervin Gábor római katolikus pap és filozófus tiszteletére emléktáblát helyeztek ki egykori lakóházánál a Maros utca 44/B szám alatt. Az avatóbeszédet dr. Kránic Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára tartotta. Megemlékező beszédében elmondta: minden népnek és nemzetnek kötelessége saját önazonossága biztosításának érdekében is, hogy megemlékezzen elődeiről, nagyjairól, hőseiről és vértanúiról. Ma egy ilyen, szinte emberfölötti teljesítményt megvalósító személy előtt tisztelgünk, aki nem más, mint Ervin Gábor. Fonti Krisztina köszöntő beszédjében elmondta, hogy fontosnak tartja a hegyvidéki önkormányzat, hogy megemlékezzünk a kerületben élt emberekről és az itt történt fontos eseményekről. Ebben az esetben pedig azért is érdemes volt kihelyezni az emléktáblát, hogy mindenki megtudja, ki is volt Ervin Gábor és mit tett az utókorért. Ervin Gábor itt a hegyvidéken élt családjával, édesanyjával egészen 1944-ben bekövetkezett tragikus haláláig. Keresztfia dr. Fischer János kezdeményezésére állította önkormányzatunk ezt a táblát. Fontosnak tartjuk azt, hogy megemlékezzünk itt a kerületünkben azokról az emberekről, akik itt éltek, azokról a fontos eseményekről, amik itt történtek, és ebben az esetben én különösen fontosnak tartom azt, hogy a történelmünk hétköznapi hőseiről is megemlékezzünk, hiszen sokan vagyunk, akik Ervin Gáborról most hallunk először, de én úgy gondolom, hogy pontosan ez a célja ennek az emléktáblának, egyébként sok más emléktáblának is, de Ervin Gábor esetében különösképpen, hogy megtudhassák a jelen és a jövő nemzedékei azt, hogy ki volt ő, és jelen esetben megtudhassák azt is, hogy miként esett áldozatul a nyilas terrornak. Az emléktábla kihelyezést Ervin Gábor keresztfia Fischer János kezdeményezte, aki egészen addig, amíg nem kezdte el kutatni családfáját, nem is tudta, hogy rokoni kapcsolatban áll Ervin Gáborral. Amikor elkezdtem tanulmányozni a család történetemet, úgy beleakadtam a keresztlevelembe, ahol a hittanár Ervin Gábor van, mint keresztszülő megemlítve, de nem tudtam róla semmit. És akkor elkezdtem egy kutatómunkát a levéltárba, utána néztem a családnak, egy nagyon érdekes család története van, és úgy gondoltam, hogy ha már nem lehetett az életem része, hogy őt mint ember ismerettem, és alig emlékezhetek rá, ezt pótolom ezzel, hogy ezt a munkát elvégeztem, és úgy érzem, ez az utókor, ez a legkevesebb, amit megtehet. Ervin Gábor már fiatalon tagja volt a Magyar Filozófiai és az Aquinói Szent Tamás Társaságnak, amelynek ülésein rendszeresen részt vett. Folyóiratokban is publikált. Több műve közül a legjelentősebb a Kultúra és Emberség című kötet. 1939-ben lelki vezetője, majd titkára lett az Apor Vilmos fővédnöksége alatt létrejött, a zsidó törvényekben érintettek védelmére alakult Magyar Szent Kereszt Egyesületnek. Ervin Gábor nem csak római katolikus pap volt, hanem egy széles látókörű ember, és nagyon mélyen érdeklődött a kultúra, a filozófia iránt, és ez jelentkezett a számos művébe, a publikációjába, meg a társasági életbe, a Magyar Filozófiai Társaság keretében. Egy szinte azt lehet mondani, hogy közéleti ember volt a 40-es években. Minden jó eszme az alapjából időtlen. Vannak igazságok, amik már a Bibliában is benne vannak, és még régebbről is. Azt hiszem, hogy ennek a hordozója volt Ervin Gábor.
1944-ben Ervin Gábort édesanyjával együtt a Maros utca 44-ből hurcolták el. A nyilas székházban fizikailag is bántalmazták őket, eközben ők hangosan imádkoztak. Ezt követően a Dunába lőtték őket. Két bátyja is a nyilas terror áldozata lett, így a családnak is emléket állítottak ezzel az emléktáblával. Angyalok küldik az értéket. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Galéria 12-ben. 15 hegyvidéki alkotóművész karácsonyi ajándéka ez a kerület lakóinak. A kiállítás Sikota Krisztina az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke nyitotta meg. Ezüst vasárnap közeledtével a tavalyi évhez hasonlóan idén is megnyitották a karácsonyi kiállítást a Galéria 12 kávézóban. 15 kerületi alkotóművész válogatott munkáikkal kedveskednek a hegyvidékieknek. Egy ilyen kiállítás is nagyszerű alkalom arra, hogy összetalálkozzunk és egy kicsit egymásra figyeljünk, mondta Sikota Krisztina, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke. Egy hete tart az Adventus Dei, a megváltó eljövetelét váró adventi időszak, aminek itt a kerületben is megvannak a maga külsőségei, a kivilágított böszörményi út, a karácsonyi vásár. Most már lassan hagyományosan hozzátartozik a Galéria 12 művészeinek kiállítása, amivel ők talán egy kicsit szeretnének könnyíteni a mi karácsony előtti készülődésünkön, azzal, hogy értéket adnak, azt mondja Teri, hogy az angyalok hozzák ide az értékeket. Egy ilyen kiállítás is nagyszerű alkalom arra, hogy összetalálkozzunk, és egy kicsit egymásra figyeljünk. Köszönjük szépen ezt a kiállítást. Név szerint Angyal Júliának, Borza Terinek, Csáki Mornyák Évának, Csoma Gábornak, Donát Lajosnak, Károly Andrásnak, Németh Andreának, Orient Enikőnek, Szamos Ivánnak, Székács Zoltánnak, Szél Ágnesnek, Pató Károlynak, Pálos Annának, Végső Klárának és Vizi Lászlónak. A tárlatot szakmai szempontból Kratok Vilmimi művészettörténész nyitotta meg. Ezt a kiállítást valóban egy angyal embléma főhelyen, Angyal Júliának az angyala jelenés címmel vezeti be, ami már rögtön megadja a kiállításnak az alaphangját, és valóban ezeket a szép, majd 30 darab, azt hiszem 29 darab mű, ezeket az angyalok küldik nekünk annyiban, amennyiben nem csak hírvívőként, mi ugye a Bibliában ismerjük őket, hogy nem csak hírvívő szerepet töltenek be, hanem valóban hozzák nekünk az ajándékokat. Nagyon sok ajándék van itt, azt hiszem. Az első az, hogy itt végre újra visszatér az a régi hagyomány, hogy a művészek nem maguknak a műterembe dolgoznak, és ott bebújnak, és nem mennek több művész közé. Hát itt ez egy óriási dolog, hála Borza Teréznek és a segítőinek, hogy itt együtt vannak, és mint egy család úgy ünneplik ezt a kiállítást, és mi is úgy ünnepeljük őket, mert valóban nagyon nagy dolog, hogy 15 művész itt olyan jól megfér egymással, legyen az fotó, legyen az grafika, legyen az porcelán, szobor, festmény, hogy ezt mind annak alapján férnek ilyen jól meg egymás mellett, mert mindegyik minőséget hordoz, és mindegyik jelentős, és mindegyik a művésznek a műveiből, akár mostani, akár régebbi képeiből hoz el egy-egy míves és egy-egy nagyon finom, szép darabot. A tárlatot december 30-áig vasárnap kivételével minden nap 10-től 20 óráig tekinthetik meg a Galéria 12 kávézóban. Festményeket nézegetve és hegedű szót hallgatva várják az idősek a karácsonyt a kerületi Kálvin János református idősek otthonában. Horváth Mária festőművész állította ki képeit, aki fiatal barátját Ádám Tamást is elhívta, hogy hegedüljön az időseknek.
Horváth Mária festőművész kiállítása nyílt meg a napokban a Kálvin János református idősek otthonában. Csikó Katalin, az intézmény vezetője elmondta, fontosnak tartja az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeket, mert ezek által közösségbe tudják hívni az időseket. Fontosnak tartom, hogy legyenek ilyen alkalmak. Lakóink szerencsére érdeklődnek a környezetük iránt, a külvilág iránt, hogy milyen újdonságok vannak körülöttük. Ezért rendezzük meg minden évben ezt a típusú rendezvényt is egy-egy kiállítás keretében. Próbálunk nyitni a külvilág felé. Szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy a lakók számára elég sok ilyen jellegű programot tudunk szervezni. Természetesen nem csak kiállítás megnyitókat, hanem kirándulásokat, előadókat hívunk meg, orvosokat, művészeket, énekeseket. Nagyon sokrétű, sokszínű programot próbálunk nekik kínálni azért, hogy összetartozásba, közösségbe tudjuk őket hívni, hogy ki tudjuk őket mozdítani a lakószobáikból, és ez lehetőséget ad, hogy egy kicsit szellemileg is megmozgassuk őket, a gondolatokat tudjuk egymással megosztani. Úgy gondolom, hogy egy idős otthonnak nem csak az a szerepe, hogy fizikai módon ápoljon és gondozzon, hanem ugyanígy a lelkiekben, mentálhigiénben is segíteni kell a lakókat, hogy az aktivitásuk minél tovább fennmaradjon. Horváth Mária festőművészt az otthonban élő barátnője kérte fel, hogy vigye el képeit a hagyományos karácsonyi kiállításra. Akvarelleket, olajképeket és a legújabb tusrajzait állította ki a művész az időseknek. Engem meghatott ez az egész. Itt lakik egy barátnő most már 10 éve, és amikor meghívott minket uzsonnára, akkor találkoztunk össze itt néhány itteni emberrel, és mikor a barátnő mondta, hogy hát ő festőművész, akkor másnak telefonáltak, hogy megtenném-e, hogy a karácsonyi időben elhozom a képeimet. Az volt az egyik legaranyosabb, hogy már itt ücsörögtek, miközben rakottuk a képeket tegnap, és mindent kérdeztek, hogy ez ki, és az ki, és hát én nekem van egy képem itt, a kedvenc képem, amit sose fog megválni, amíg élek, a Jeanne d'Arc, tehát ő az én kedvenc történelmi figurám is, és hát ez egy meggyötört fiatal nő a mágia előtt állva, és akkor az egyik hölgy azt mondta, hogy ez ön arckép? Mondtam, hogy nem. Múlt hónapban elkezdett tusrajzaimat is elhoztam, ezek fák, és a fák különböző arcai. Tulajdonképpen azt akartam, vagy úgy jött ez, hogy az egyik a vidám, a másik szomorú, a harmadik a szélbe hajladozik, a negyedik az pont kezd virágozni, mint a Judáska. És akkor ebből összejött 15 hirtelen, egy-két hónap alatt, és ezeket elhoztam. És érdekes módon az idős embereknek ezek nagyon tetszettek. Annyira örültek neki, hogy ez engem megfogott, úgyhogy ez meglepetés volt számomra. Horváth Mária meghívta fiatal barátját is, hogy hegedű szóval ékesítse a kiállítás megnyitóját. Ádám Tamás Vivaldi 4 évszak című szonettjéből a Tél második tételét játszotta el. Thank you.
December 10-én hétfőn a megszokott időpontban 13 órakor megnyitott a kapuit a Krisztina körút 2-4 szám alatt az új okmányiroda. A megszokott nyitvatartási rendszerben és változatlan telefonszámmal várják az ügyfeleket az okmányiroda munkatársai. December 10-én 13 órakor megnyitott a kapuit az új okmányiroda a Krisztina körút 2-4 szám alatt. Nyitáskor természetesen sokan voltak, viszonylag zökkenőmentesen sikerült elindítani a szolgáltatásokat. Az új iroda az ügyfelek részére egy helyen nyújtja az összes szolgáltatást. Az új helyiség tágasabb, kényelmesebb, több ügyfél befogadására alkalmas. Bővültek az ügyintéző ablakok is, így egyszerre többen is el tudják intézni például a lakcímbejelentést, vagy az egyéni vállalkozói ügyintézést. Az új irodában növeltük az ügyintézői pultok számát, ami azt jelenti, hogy például a lakcímbejelentésnél a korábbi egy pult helyett most már párhuzamosan két ügyintézői pult működik, továbbá az egyéni vállalkozói ügyintézés is két pulttal üzemel, valamint önálló munkaállomásként működnek a photoshopos munkaállomások is. Az okmányirodának csak a címe változott meg, a megszokott nyitvatartási és ügyintézési rendben működik, változatlan telefonszámmal. A normális kerékvágásban zajlik az ügyfélfogadás, és a számítógépes rendszerek üzemelnek. Az ügyfélfogadási időnk az eddigi megszokott szokásos nyitvatartási rendszerint működünk. Az elkészült okmányok átadása hétfőn 1 órától este 8-ig van, és csütörtökön 8-tól 4-ig ugyanúgy biztosítjuk az okmányátadást, mint a polgármesteri hivatal épületében. Az ügyintézéshez kapcsolódó díja befizetésére a bankkártyás rendszer itt is üzemel, valamint a postai szolgáltatás is elérhető helyben. Itt is lehetőség van a bankkártyás befizetésre, továbbá az okmányirodai eljárásokhoz kapcsolódó díjak, illetékek helyben történő postai befizetésére. Az okmányiroda kiköltözött ugyan a polgármesteri hivatalból, azonban december 31-ig még a hivatalhoz tartozik, és annak egyik szervezeti egységeként működik. Hétfőn a megszokott ügyfélfogadási rend szerint 13 órakor az új helyen az okmányirodánk megnyitotta kapuit. Kisebb-nagyobb fennakadásokkal, de elmondható, hogy zökkenőmentesen vette az első napot az okmányirodánk. Egészen december 31-ig továbbra is a polgármesteri hivatalhoz tartozik, annak egyik szervezeti egységeként működik. Júniusban döntött arról az országgyűlés, hogy a magyar közigazgatás egykor szerves egységét képző járásokat, járási hivatalokat újra kialakítják. Október 30-án ünnepélyes keretek között létrejöttek a járási megállapodások Budapest főváros kormányhivatala és a 23 fővárosi kerület között. A járási hivataloknál számtalan államigazgatási ügyet lehet majd jövő januártól intézni. Mivel az okmányiroda is ilyen jellegű államigazgatási feladatokat lát el, így 2013. januárjától többek között ez a feladatkör is átkerül a járási hivatalhoz. 2013. január 1-től az okmányirodai feladatok a járási hivatalhoz fognak kerülni. Azért, hogy minden egy helyben legyen, és a járási hivatal a feladatokat zökkenőmentesen tudja átvenni, mi célszerűnek tartottuk, hogy az okmányirodánk egy új, sokkal tágasabb, világosabb helyre költözzön. A költözés mellett szólt még az is, hogy egy olyan helyre költözzön az okmányiroda, ahol biztosítani tudja az ügyfélcentrikusságot, és az ügyfeleknek az igényeit maximálisan szem előtt tudjuk tartani. A két ünnep között december 27-én és 28-án nyitva tart az okmányiroda. December 27-én csütörtökön a megszokott rendben csak az elkészült okmányok átvételére van lehetőség. December 28-án pénteken azonban reggel 8 órától 12 óráig várják a Krisztina körút 2-4 szám alatt az ügyeiket intéző hegyvidéki polgárokat. December 27-én csütörtökön egyébként is zárva tartana a csütörtöki ügyfélfogadási rend szerint az okmányiroda, ezért a két ünnep közötti nyitvatartási rend a 28-át érinti igazából, és akkor a pénteki ügyfélfogadási rend szerint lesz nyitva az okmányiroda, imáron az új helyen a Krisztina körút 2-4 szám alatt. Híradónkat visszanézhetik a honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!